A Szent Pál Marista Általános Iskolában Miléné Gyömbér Ilona tanítónővel beszélgettünk arról, hogy milyen projektet fejeztek be nemrég. Mint megtudtuk, a háromnapos Roma Cigány Napok keretében az online tanulás mellett a romák kultúrájával kapcsolatos feladatokat is kaptak a gyerekek. A feladatokba játékos formában a szülőket is bevonták. Ez a Roma Cigány Napok keretében zajlott ez a három nap. Ezen a három napon a tanulás, az online tanulás mellett a romák kultúrájával kapcsolatos feladatokat is kaptak még a gyerekek, amit úgy be kellett csempészni a online oktatás közé, tehát a megszokott napi rendet nem volt szabad felborítani a tanulás mellett, játékos formában a családokat is, a szülőket is, a gyerekeket is bevontuk ezekbe a programokba. A program összeállítása előtt egy ötletbörze keretében lett összeállítva a lehetőségek, a programok lehetősége, és a gyerekeket kellett főleg a szülőkkel együtt lelkesítenünk, hogy részt vegyenek ezekben a programokban. Mivel mi még kis másodikosok vagyunk, hát önállóan nem annyira használják még a telefonokat, ezért elsősorban a szülőket kellett lelkesítenünk, aktiválnunk, és így a gyerekek is be tudtak kapcsolódni a szülőkön keresztül a programba. Meghirdette az iskola a cigány ételek főzése pályázatot és a cigány ételek receptes könyv pályázatot. Meghirdette az iskola pályázatot, a cigány ételek főzése pályázatot és egy másik pályázatot, cigány ételek receptes könyve pályázatot. Hát a mi osztályunk főleg a cigány ételek főzésében vett részt. Hát lelkesítettük a szülőket, hogy semmi más nem kell csinálniuk, mint megfőzni egy ebédet, amit most kivételes formában le kéne fényképezni és videókat készíteni, hát meg aztán leírni, hogy hogy is készült ez a recept. Az osztályunkban nagyon nagy létszámban sikerült a szülőket lelkesíteni, és így heten pályáztak az osztályból, és a hét pályázó közül volt egy külön díjas, és az első három helyezett a miénk lett. Készítettek még lepcsánkát, ahogy ők szokták készíteni, lecsós csirkét, csirkenyakkal, és több helyen is a főleg a tyúkos káposzta volt a kedvenc. Úgyhogy nagyon lelkesen főzték. Hát a pályázat készítése során ugye az volt az utolsó pillanat fényképe, amikor a terített asztalnál ül a család, és elfogyasztják. És utána is jelezték, hogy ez nagyon-nagyon jól érezték magukat. Maga az egész Roma projekt napokon, mind a három napon jól érezték magukat, mert olyan programok voltak, ahol a családok együtt vehettek részt, és hát finom volt az ebéd, mindenki dicsérte, hogy jól sikerült az ebéd. Úgyhogy volt, ahol mondtam, hogy szívesen elmennék én is megkóstolni. A Roma projekt napokon jól érezték magukat a családok, mert olyan programok voltak, ahol együtt vehettek részt. A beérkezett receptekből készül egy receptes könyv, a filmekből egy összeállítás. A másodikos osztályba 18 kismarista mókus jár. Ezt a nevet találták ki a tanítónők, Miléné Gyömbér Ilona és Balog Edit Judit tavaly az első osztályban. 18 kis mókusunk van, mert ugye valahogy ez a nevet találtuk ki tavaly első osztályban, hogy mi leszünk a kismarista mókusok. Egy lelkes kis osztály közösségről van szó, lelkes szülői gárdával. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt, ügyesek. Ügyesen dolgoznak, és hát szeretnénk őket tovább lelkesíteni, hogy ugyanilyen ügyesen folytassák a tanulmányaikat, mint ahogy eddig is tették. A régi roma hagyományokat a szülők, nagyszülők egyre kevésbé tartják. Az iskolai keretek között a cigánynapokat úgy állítják össze, hogy a cigány népismeret tantárgyon felül adjanak valami pluszt is a gyerekeknek. Úgy állítottuk össze a programot, hogy a napi órarendben előforduló cigány népismeret tantárgyon felül adjanak valami pluszt a gyerekeknek, tehát az órarendbe be van építve amúgy a cigány népismeret tantárgy, és itt tanuljuk a cigány híres embereket, verseket, festményeket tanulunk tőlük, meséket, táncokat, dalokat tanulunk tanórákon, és
plusz az a romanap volt még, amivel egy kicsit színesítettük még jobban a tudásukat. Tanulnak a cigány híres emberekről, verseket, meséket, táncokat és dalokat. Most feladat volt a cigány himnusz is, amit a családok fazék, kanna, kanál és gitár kísérettel énekeltek el.